Ha szeptember, akkor kutatók éjszakája az ország 51 városában, több mint 2000 programmal. Péntek délután 4 órakor rendőrség, mentő, tűzoltó szirénáira figyeltünk fel a Debreceni Egyetem téren. Kicsik és nagyok a délután leglátványosabb bemutatójának lehettek szemtanúi. Egy baleset utáni mentés szimulációját mutatták be, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy emberéletekbe is kerülhet, ha valaki iszik vezetés közben. Mentő helikopter is leszállt az egyetem előtt, amit a bemutató után közelebbről is meg lehetett nézni. A helikopter vezetőjét a sárga mentőóriásról kérdeztük. Hát ez egy EC 135-ös típusú helikopter, most jelenleg Európában, tehát ez a legkedveltebb típus, erre a célra és sok másra is alkalmazzák, kifejezetten mentő célra lett kialakítva, körülbelül 1800-at gyártottak belőle, ez folyamatos fejlesztés alatt van, nekünk tökéletesen megfelel, sajnos csak 7 darab van az országban belőle. Percenként 4 kilométert teszünk meg légvonalba, megyünk mindenféle eseményhez, nem csak közúti baleset, hanem bármi olyan eseményhez, ami sürgős ellátást igényel. A kutatók éjszakája keretében a mentőegységek célja az volt, hogy a tudományok mellett a sürgősségi szakma és a betegek ellátása is nagy figyelmet kapjon.